Bocsa vendégem, a héten láttam a Kálmán nap című filmedet, és ez a dal, ez a záró dal a, a filmnek, és ott a bemutatón rögtön el is mondtad, hogy furcsán van vége, mert hogy így, így tellett rá, vagy így, így futotta, vagy ez nem az a dal? Ez nem, ez a, ez a színházi előadásnak a záródala. Nem, ott kicseréltük a filmnél egy másikra, mert ez túlságosan is elmeséli a filmet. Ugye itt azt mondja az Orán lévi, hogy Uh, losing My Humor, Losing Your your Smile. Kb. erről szól ez a film, a húsz éves párkapcsolatoknak a kiüresedéséről, kb. És ott uh, azt gondoltam, hogy ez túl didaktikus lenne, hogy a filmen is ezt használnám, és egy másik uh, dalt a Be a, a, a... Lovely Day, hiszem, Lovely day, című dala a csendül föl, és valóban az történt, hogy a, a felét ki tudtuk fizetni, ne, a felét, tehát az egy harmadát kb. a, szám, a zenének, hogyha az egészet ki kellett volna fizetni ilyen fő zenének, akkor, akkor kb. annyiba került volna, mint a film költségvetésének a fele, legalább. Úgyhogy így, így úgy döntöttem, hogy ha nem tudunk megvenni egy egész kenyeret, akkor meg, megveszünk egy felet, mert ki vagyunk éhezve egy kis egy kis, egy kis boldogságra. Egy kis munkára és boldogságra. Egyébként beszéljünk róla, hogy hogy születik a film, meg mm -hmm. hogy vannak a költségvetések. Csak néha azt érzem, hogy ez annyira méltatlan, hogy elkészítesz egy. Nekem nagyon tetszett a film, lehetett rajta sír, sírdogálni, meg lehetett nevetni, tehát benne van egy, majdnem egy teljes élet tehát megszületik egy nagyon jó film és akkor elkezdünk magyarázkodni hogy mennyire szemét ez a, ez a rendszer Magyarországon, mert nem adnak pénzt és akkor külföldről kell pénzt szerezni tehát bennem ilyen hmm. kettős dolog van ezért inkább a jóval kezdeném az, hogy született egy nagyon-nagyon jó film ez a trilógiádnak a második része az Ernelláék farkasséknál farkaségnál. részben nagyon jó az a ház az a te házat például ahol <laughs> De jó lenne. nem, azt hittem, nem mondom, akkor gratulálok hogy nem, 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 nagyon nem, nem. jó az a ház igen, az. hát az is gondolom sok év hogy ez a ház olyan lett, szerintem egy nyaraló lehetett még annak idején, mert azon a részen, ott, leányfalu fölött, azokban a, azokon a kis dombokon ilyen típusú házikók voltak. A Rohonyi Gábor a filmrendező ö, családjának a háza, vagy az ő házuk, és ö, mesélte, hogy ezt így fokozatosan évről évre, tíz évről tíz évre bővidgették ki és csinálták meg ilyenre. És mi ezt mi ezt az utolsó pillanatban találtuk meg. Csak azt mondta, hogy barátom, itt ott, én odadom neked. Pontosan így volt. Itt csinálja önzetlenül, segí segí önzetlenül, segített. Pontosan tudja, hogy mivel jár egy forgatás, tehát ott azért az a nélkül nem nagyon lehet csinálni. Oda becsődül, tudom 20-25 ember, még hogyha egy nagyon kicsit stábról is van szó, abba a kicsi lakásba ennyi ember mindenképpen rendetlenséget csinál, meg szemetet, meg koszt, meg mindent, meg még törzúz is néha, véletlenül. Úgyhogy tudták, hogy miről van szó, ennek ellenére ezt a házat oda, ideadták nekünk. Persze csak két hét, tehát ez, ez a forgatás... Ez egy vállalható dolog, igen, 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 és, és szerintem nekik nagyon érdekes lehet, hogy ez a lakás, ahol ők élnek, így be van lakva egy másik család által, és meg van örökítve, tehát ott van egy filmen, Um, én, 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 biztos, hogy, biztos, hogy örülnék a végén neki, hogy van egy ilyen, van egy ilyen lenyomat erről. Szerintem jó, De. nekem nagyon tetszett, nagyon jól mm. nézett, hittem, hogy a tiéd már örültem, hogy mm. nagyon jó körülmények között és erdőszélén. Tehát ja, mind, igen. minden, minden igen. Klapolt. kivéve az nem klapolt, hogy itt két családnak a boldogtalan életéről van szó. De hogy körülbelül miről szól, kérem szépen való Krisztián kollégámat, hogy egy pici egyperces kis részlet van a filmből, hogy hallgassunk bele, talán a hangulatából valamit vissza tudunk idézni. Szóval, akkor menjünk, azt mondod? Persze, persze. Na jó, akkor megyünk. Jó, jó, Uszi. Na jó, jó csak mit is akartam kérdezni, Igen? hogy hirtelen eszembe, hogy nem lehetne esetleg hozzátok bejelentkezni? Mi? Nem. Miért nem? Te megígérted neki? Nem ígértem meg, hát azt mondtam, hogy megbeszélnám vele. Meg. De jó, ez a kalapé, hol vettétek? lement biztos? Köszönöm szépen, nem kérek. Diétázik. Igen, mert végignéztük az összes iskolát, és hát nagyon nehéz, van egy magániskola környékünkön, de hát azt nem tudjuk megfizetni. Akartuk egy ilyen? Mennyi 100 forint, ha Hol találtátok ezt az ernőt? Lomtalanításra. Na, nem jó? Szóval nem olyan. jó lenne, de rövidebb, úgyhogy csak nem jó. Ez egy festék, éve. még te találtad az interneten, e és ez nem ez vagyok szerencsétlen, és nem beszéltem. Hát, nem hogy nem érdekel, hogy mondasz. Nyomod nekem, hogy hogy már, mert fejbe baszd, hogy összeszorod magad, baszd meg. Tönkötezett Kálmánik mi volt. Leventje, nyugi, nyugi. Nagyon úgy néz sz ki, hogy letért a pályájáról a kis bolygó, úgyhogy... Ezt meg hogy érted? Összejött valakivel. Van egy barátnője. Mi? Ernő? Igen. Valami ott nagyon nem stimmel a lépcső feljárónál. Igen. Ja, van egy ekkor Nem szeretsz. De szeretlek, de ez ma nem szerelem. Ernő? Még egyszer boldog névnapot. Egészségetek. Szóval a Kálmán nap, és ez egy zanzásítás a filmnek, mert mindegyik uh -huh. mindegyik előről, hátulról, közepéről egy-egy pici jelenet van benne. Kálmán nap, tehát a főhősnek van a névnapja, és a névnapra érkezik a, a házaspár tele mindenféle problémájával és gondjával vajon a te életed mennyire van ebben benne? És megmondom, miért kérdezem, mert nekem nagyon hiányzott a filmből Török íj és Orsolya a te feleséged, akivel az Ernellájék még készült, de ebben a filmben már nem ő van benne. Hát igen, tehát ezt, ezt az egész trilógiát én 2015-ben kezdtem el írni, egyáltalán nem volt tervevő az, hogy ebből egy trilógia lesz, hanem még az orsójával azon gondolkoztunk, hogy, hogy hiányzik a a, a a filmekből, a színházból ez a tém, nem csak a témakörön, hanem a megközelítés, hogy a társadalom derékhadáról, az unalmas hétköznapokról nem nagyon készül semmi, nem nagyon beszélgetünk, legfeljebb a Facebookon lehet, vagy a interneten olvasgatni mindenféle mindset pszichológiai tanácsadásukat, de hogy, hogy zajlanak a hétköznapjaink, és hogy uh, uh, um, érjük túl napról napra ezeket az abszolút érdektelen és semmilyen e, szituációkat észre se vesszük tulajdonképpen, hogy ezek erodálnak. E, hogy erről, erről, megpróbálnánk csinálni egy történetet, és ezt egyébként ez tőle jön. Tehát én, Orsolyátor? igen, ez Egyébként hogy, én nem emlékszem talán egy mondatra, amikor régen még beszélgettünk, hogy, hogy a gyerekek azt mondták, van két gyereketek, hogy azt mondták, hogy az volt az életetek legizgalmasabb része, amikor Orsoly elment valami butikba, vagy valahova dolgozni, igen, és én, nem meg, mint, én meg építkezésben. Igen, igen. nem mint rendező, meg színész, hanem valami normális munkát csináltatok, akkor olyan jó volt. <gül> <gül> ez lehet, lehet, hogy ezt ő hát így gyerekeknek, gyerekeknek más a szemüvegük. Szóval, szóval, hogy, hú, hát igen, és akkor én elkezdtünk ebbe belemenni, és óhatatlanul belekerülnek a szemüveg személyes, uh, személyes uh de mi ezt nagyon sok léjérből rakjuk össze, nagyon sok egyéb motivum van a környezetünkben levő emberek, eszenciákat hozunk létre, sűrítjük, kidobjuk azokat a jeleneteket, amik nem eléggé univerzálisak, amik túl extrémek, szándékosan a leghétköznapibb, a leg pillanatokat szedjük ki, mert azokban a kis jellegtelen pillanatokban ott van az egész, a csebben a tenger, és pontosan ott érhető tetten az, hogy mitől uh, um, siklik félre, egy... siklik félre valami, és nem pedig a nagy, már a következményeket. A filmek általában a következményeket mutatják, vagy pedig a sztorival vannak elfoglalva, ami pedig különböző csavarokról szól, és erre megy a koncentráció. Mi, mi vállaltuk ezt a kockázatot. Amikor kezdve... néztem, bocsáss meg, amikor néztem a filmet, akkor és a végére értünk, akkor az jutott eszem, hogy Uramisten, csak ettől az élettől mentsem meg a jó Isten, így nem akarok élni. Igen, igen, és közben pedig végig neveti az ember igen. az egészet, tehát attól mulatságos, mert hogy, mert, hogy fel vannak, meg vannak találva ezek a, ezek a tehát az ember ráismer ezekre a szituációkra, meg, meg bondatokra. De azt akarom mondani, hogy miközben ezt írtam, és, és az ernelláik az egy nagy kört futott, nagy siker lett, Mm. meg elkészítettük a Kálmán nap színházi verziót is, ez se volt tervevével, mert mást akartunk csinálni, de valahogy, valahogy ez jött. És, és, két évente írtam egy részt, mondom anélkül, hogy én terveztem volna, hogy ebből egy trilógia lesz, és 2019-ben, amikor a befejező részt írtam, és azt se tudtam, hogy az befejező rész ezzel végül az lett, párhuzamosan a másik síkban, az élet sikján, mi orsójával elváltunk egymástól. És ez egy, titeket egy, hogy érintett? Hát ez egy, ez borzalmasan nehéz. Aki, aki, benne van ilyesmibe, vagy benne volt ilyesmibe, hogy mi egy vállás, egy hús húsz éves, év után. Húsz év után ráadásul egy olyan kapcsolatban, ami, ami keresztül kasul átszövődött a magánélet és a munka, ő játszotta a, a filmeimnek nagy részében a főszerepeket. Nem ez volt a baj? éppen a baj, hogy nagyon összefonódott uh, minden? Nem, nem tudom, mert mások is elválnak, és nem fonódik össze. Tehát ez nem, nem feltétlenül erről szól. Nem, nem, nem. Sok minden más. Az ember, tehát a mi generációnk, én azt hiszem, és ezzel erről is szól a Kálmán nap, meg a trilógia harmadik része is, áldozata, tragikus áldozata, annak az elképesztően felgyorsult társadalmi átalakulásnak, ami még a mi szüleinknek vagy nagyszüleinknek még nem volt ilyennyire, ennyire látható és, és, és követhetetlen, vagy lekövethetetlen. Tehát én emlékszem rajta, én még szerintem úgy nevelődtem, meg a mi generációnk úgy nevelődött, mint KB a szüleink, ahogy nevelődtek, vagy a nagyszüleink, vagy nagyon közel van a kettő egymáshoz. De az utóbbi 10-15 év, az, az, az rendkívül módon átstruktúrálta, a, 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 csak vegyük ki a férfi és női szerepköröket például. Ezt nehéz lekövetni, mert más modelleket hozol otthonról. És mire rájössz arra, hogy hogy kellett volna a gyerekeket nevelned, addigra a gyerekek már megnőttek. Mire rájössz arra, hogy hogy kellett volna egy kapcsolatot megmenteni, vagy élni egy kapcsolatban, de akkor a kapcsolatnak vége van. Próbáltátok menteni? Hát olyankor az ember még nem is látja, tehát a csodára vár, hogy hát ha valahogy mentődik, nincsenek eszközök, milyen úton, módon. Itt ebben a filmben több ilyen halvány kísérlet és halk félmondat hangzik el a megmentés, megmentés célzó halk mondat hangzik el. Például, hogy Hogyha még lenne egy gyerekünk, akkor talán egy kicsit felfrissíteni a dolgokat. Költözzünk el, rendezzük át a lakást a végén pontosan azért szólal meg a Láblidé, hogy akkor 20 évvel ezelőtt, amikor találkoztunk, emlékszel arra a kocsmára, arra az első estére, menjünk el, és újra kezdjük előről. Egyébként a Tehát... párterápiáknak ez az elsődleges feladata, hogy visszavigyen abba az időségbe, amikor még boldog voltál, és azokat az emlékeket hozzál, amikor szerelmesek voltatok, mert az emberre rárakodik az utolsó évek, hónapoknak a gyötrelmei, és ne, ne, azt éltesd magadban. Igen, és, és én, 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 azzal együtt, hogy, hogy í, iszonyú veszteségként éltem meg. És talán most, hogy ezek a filmek elkészülnek, most tudok először beszélni erről az elvállásról, mert addig beszélni se tudtam, még a legközelebbi barátaimmal se. Nekem mennem lassan érnek meg ezek a dolgok. Tehát most, hogy elkészülnek ezek a filmek, kikerülnek közönség elé, most esik le az a nagy súlya vállamról, ami eddig négy évig, négy évig így rajtam volt. És, és most azt én most tudnám azt mondani, hogy amíg lehet, vagy ha van rá esély, ha van rá esély, akkor... akkor mentsük ezeket a kapcsolatokat, mert óriási értéket halmoz föl két ember. Tehát nem véletlen, hogy két ember együtt bír lenni, mondjuk húsz évig. És, és, ez persze, hogyha nem lehet, és persze, hogyha már nem lehet, és már nem lehet, és nincs értelme, akkor, 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 kész. Akkor valahogy ezt el kell fogadni, és mindig az egyik fogja eldönteni. Tehát az és nagyon nehéz. Ki döntött? Orsolya. orsolya. És ezért is volt, ugye, nagyon nehéz, nagyon nehéz ezt Neked ezt nekem feldolgoznom. Le kell feldolgoznom meg de az képtelenség volt, hogy hogy együtt csináljátok a következő filmet? Tehát annyira, annyira sebet ejtett rajtad, hogy nem tudtatok nem, együtt nem az, dolgozni? Hogy raj, nem az, hogy rajtam ejtett sebet, hanem, hanem rajtam természetesen sebet ejtett, meg rajta is. Hát egy ilyen elszakadás, ez, ez egy katartikus krízis, tehát ez tehát ezt mindenki megsinli, mindenképpen megsínlik a gyerekek, megsínli a környezet, a, kör, a legközelebbi barátokat. Hát ők ugyanúgy kell, hogy ki hova. Sőt, én azt éreztem, hogy tulajdonképpen a minket követő közönségket is nagyon lesújtotta a mi szétválásunk. Uh, Egyébként én ezért döbbentem, uh, amikor láttam, hogy jön a Kálmán nap, mondom, ha hop, nem török orsolya, töröki uh, és orsója a főszereplője, vajon mi történt? És, itt? és akkor az volt, hogy az orsója még a, az első időszakban, az első pár hónapban, uh, pont akkor mutattuk be az egy százalék indiát, még játszotta egy ideig, de, de leállt minden. Akkor volt a COVID, ráadásul megspékel, megspékelte a COVID még ezt a szituációt, akkor leállt minden, nem tudtuk tovább játszani az előadásokat, és akkor amikor újra kezdtük játszani a COVID után, akkor ő már nem vette vissza. Egyébként szerintem nagyon helyesen, mert le kellett. Tehát ez valahogy. Ugye annyira köz, tehát, hogy mi újra fért és feleséget játszunk, és gyakorlatilag azokkal a problémákkal foglalkozunk nem újra színpadon. Hát ezt nem lehet, nem lehet így tovább. Tehát ezt le, kell, le kellett zárni, egyértelmű. Ezt is nehéz volt elfogadnom, mert mert én, én a másik oldalról bennem van egy, a kezdetektől azért is foglalkozom ezzel még mindig, mindennek ellenére, minden nehézség ellenére, színházal és film, mert van bennem egy nagyon erős művészi elhivatottság és felelősségérzet, és, és én azt úgy éreztem, hogy nem, mert ezeket játszani kell, mindenképpen játszani kell, mert, mert értéket hoztunk létre, eszenciát hoztunk létre, és a közönségnek ezt meg kell mutatni, és a közönségnek erre szüksége van, mert okul belőle, tanul belőle, szórakozik rajta, fontos, kevés ilyen dolog születik, ezt meg kell becsülni, Hű. ezt nem dobhatjuk ki a kukába. Másik oldalról pedig a személyes megérzés, vagy személyes érzéseim, vagy érzelmeim pedig, pedig húztak a másik irányba, hogy, hogy ezt további nem bírom csinálni. Tehát ezt úgy, ahogy tehát hátot fordítani az egésznek, tényleg elmenni az országból, új életet kezdeni valahol máshol, mindent magam mögött hagyni. Tehát ez, ez ment. És végül is, végül is a, a, a többiekre való tekintettel elsősorban azokra a színészekre, akik belerakták a saját melójukat, mert ez rengeteg meló, és, és tudom az, hogy ezek a színészek, egyik másik kuk a legjobb jobb színészi formáját hozza ezekben a filmekben, tehát most érnek be, ezt nem lehet kidobni. Tehát ezt nem szabad kidobni, és nagyon-nagyon jó lesz ez majd ezt a három filmet megnézni, akár öt év múlva is, mert, mert rólunk szól, ezek látleletek, dokumentumok a, a, magyar középosztályról, a, a azokról az emberekről, akik a legtöbben vannak itt ma Magyarországon, és olyan problémákról, amikről nem beszélnek, és mi ezek, ezt megcsináltuk. Tehát ezt, ezt én nagyon fontosnak tartom. És akkor akármilyen nehéz volt az orsó helyére, az, hogy nélkül ez, hogy tudjuk megcsinálni, elképzelni nem tudtam. Tehát tényleg nem, hogy egyszer csak az ő helyére bekerül egy teljesen idegen ember, akivel ugyanazt az intimitást meg kell teremteni, mint ami vele automatikusan már megvolt. De végül is én nagyon hálás vagyok a Tótorsinak is, aki itt ebben a filmben játsza a feleségemet, és tulajdonképpen átvette az orsója szerepét benne. A szöveget nem változtattunk, ő egy másik attitűdből csinálja. Nagyon érdekes az is, hogy nem változik a szöveg, de hogy a, a, a hangsúlyokat, az árnyalatokat egy másik... Ez személyiség, hogy tudja ö, ö, átalakítani, az, az nagyon érdekes volt nekem. És a harmadik részben pedig, a, az egy századék Indiában pedig a a játsza. Tehát, hogy én nekik nagyon hálás vagyok, mert nekik aztán végképp nagyon nehéz lett egy ilyen előképpel ebbe bele, beleugrani. Te és így a négy évvel a vállásod után mind a ketten egy boldogabb életet folytattok? Hogy más az biztos? <hömm> ezt össze kellene tehát nagyon nehéz ezt ezt megmondani. Tudom, Csak az megmondani. azért arra gondolok, hogy nem szerencsésebb, vagy szerencsés mondjuk azt mondani, hogy kérek egy kis időt, és picit szüneteljünk, és meglátjuk, hogy hogyan tovább. Tehát, hogy, mit, hogy a vállás a legjobb oh, megoldása mindig. Mit óriási, óriási hmm. uh, í, uh, íveket jártunk be, nagyon-nagyon magas csúcspontokat, és nagyon mély uh, uh, Mélypontok, nagyon, mély, nagy mélypontokat. Tehát tragédiák és, és, és elképesztő, elképesztő, váratlan, váratlan, extatikus szituációk követték egymást. Talán nem engedtünk saját magunknak időt arra, mert folyamatosan dolgoztunk, vagy a magánmélet, meg a hétköznapok is és annyira lekötötték a figyelmünket, hogy nem hagytunk magunknak időt arra, hogy ezeket a akár, akár sikeres időszakokat, vagy, vagy a és tragédiákkal üzelt időszakokat meg tudjuk fel tudjuk dolgozni. Tehát egyszerűen a feldolgozása időt kell hagyni, amikor az ember semmit nem csinál. Az égvilágon semmit nem csinál, hanem feldolgoz. És ez a feldolgozási idő, ez folyamatosan kimaradt, én azt hiszem. Ez a amikor, tanulsága, igen, Amikor lecseng valami, és akkor, akkor arra hagyni egy kicsi időt. Ha siker, ha nem siker. Ha jó, ha rossz. Ahogy néztem a filmet mind a kettőt, mm. akkor azt gondolnám, hogy ez ilyen 30 éves generációnak a problémája, amiről beszélsz, de hát azért te már nem 30 éves vagy, hanem már 50 is elmúltál. Mm. Ezt úgy döbbenten számolgattam a, 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 az életkorodat, tehát tulajdonképpen amiről szól a film, ez az életválsága, ez most már 30 és 60 közé is esett. Tehát nem az, amit régen mondtunk, hogy egy 30 évesé, mert az már majdnem középkorúnak hmm. számít, hanem az egy fiatal embernek számít most egy 30 éves. Tehát ennyire kitolódott most az idő. Tehát te ott tartottál talán négy évvel ezelőtt, hogy újra kezded az életedet. Pontosan. Pontosan, és ez az újrakezdés, ez... Ez minél később jön el ez a pillanat, szerintem annál nehezebb. Tehát azt gondolja az ember, hogy, az, hogy, 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 megszokjuk, megszokjuk a vesztességeket. Tehát eleinte nagyon nehéz az egész élet elszakadások sorozat, és az elszakadás az egyik legfájdalmasabb emberi érzések egyike. Tehát, és, az, és az első pillanattól kezdve elszakadásokat élünk meg, elszakadás a már az anyától, amikor megszületik a gyerek, de hát az óvoda, az iskola, az ottani barátok, aztán jönnek a szerelmek, a szerelmi elszakadások és szakítások, a, a szülővárostól való elszakadás, a szülőktől való elszakadás, folyamatos elszakadások, ez mind fájdalmas, és én azt érzem, hogy, hogy nem hogy az ember ezt így megszokná, és, és rutin szerezne ennek a kezelésében, hanem egyre nehezebben élem ezt meg, egyre nehezebben élem meg az elszakadást, az embereknek a halálát magam körül. Vagy bőven most és, és egyre sűrűbb ez, ahogy az ember öregszik, uh, úgymond. Igen. És egyre nehezebben éle, élem ezt meg. Tehát amikor jön egy ilyen krízis, tehát egy ilyen vállás, egy, egy nagyon durva, és semmilyen, tény, tényleg semmi máshoz nem tudom hasonlítani, mert ez egy ilyen vállás, az, az egy olyan veszteség, mint hogyha valaki tényleg meghalna. Tudod, a, hogy nekem van olyan ismerősöm, aki azt mondta egy ilyen vállásnál, amit megkínódott, hogy inkább halt volna meg, mert én, akkor azt tudom, hogy véges igen, az a dolog. Igen, én is, én is hallottam. Te is miért, voltál én, így? én is hallottam miért. Én nem, nem, mondanám ezt, mert nyilvánvalóan én mindig én pozit, nem, alapvetően jó vagyok beállítva, tehát pozitív... De hogy hallottam ilyet, ö, igen. Hallottam ilyet, meg én mindig reménykedem abban, hogy igen, mindenkinek jobb lesz. Mindenkinek jobb lesz, és mindig jön valami jó, vagy jobb, vagy nem tudom. Nem tudom, de, de ilyenkor tényleg az van, hogy identitásod rendül meg. Lényegében az identitásod, mert az identitásod egy kapcsolatban a másik emberrel együtt alakul ki, főleg, hát hogyha gyerekkorotoktól kezdve ismertitek egymást itt, itt ebben az esetben, a mi esetünkben, 20, 20, lesz, 20 éves volt ő, én voltam 25. Tehát Szinte gyerekek voltunk, gyerekek, gyerekek voltunk gyakorlatilag, és együtt tanultuk meg az életet, együtt tanultuk meg a filmet, együtt váltunk ismerté Magyarországon, nemzetközileg mondjuk, hogy a szakmai részét né, nézzük, gyerekeink lettek, közös gyerekek. Tehát ez, és együtt néztük ezt az egészet végig, hogy hogy alakul át, hogy alakul át a, a társadalom a, a, ahhoz képest, amiben mi, mi, mi felnőttünk. Hát Orsolya még Ceausescu alatt volt gyerek. Ő még tényleg, mint a II. világháborúban csippegetve ette a kenyeret, ami porciókban volt, mert, mert éhinség volt Romániában. Most hogy élünk? Tehát Persze szar az élet, <laughs> mint mind mindig, de de azért... De mitől szar az élet? Hát itt, itt egyébként a Kámán abban nem véletlenül van benne az Ernő figurája. Egy ilyen viszonyítás. Az egy nagyon-nagyon szimpatikus igen. figura az erdő. Minden úgy, ahogy van, meghalt a felesége, hát meghalt, meghalt, igen. Igen, és hogy rosszul is. csináltam, meg gyereke is, meghalt. Ezt rosszul tettem föl, ezt a kapaszkodót, hát nem is tűnik fel. Tehát igen. nagyon leegyszerűsíti az I, életet. Igen, tehát hogy. Egy más hogy, szinten éli. Igen, tehát hogy nem értem, hogy van betéve az. Mert hogy a tragédiák azok, azok még, 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 még sok. Tehát, hogy, hogy az emberek milyen. Mihez képest érzik magukat boldogtalannak, és hogy miért, az, az itt, itt azt hiszem, hogy eléggé szépen össze van. Egyébként a, a mondat, hogy honnan van az ernyő a lomtalanításnál, találtam, ez egy csúcs mondat. <laughs> Igen, meg hát, meg hát ugye ott, ott az Ernő esetében az van, hogy, hogy amikor az ember így látja ezt, az, tehát az néző látja ezt az embert ezzel a, ezzel a háttérrel, ezzel a, ezzel, a, ezzel a sorssal, amit ő oda behoz, e, akkor akkor elgondolkozol rajta, hogy hát igen, nekem megvan két kezem, két lábam, viszonylagos jólét, vagy hogyha nincs jólét, akkor is hát azért nem éhezem teljes mértékben, Ö, gyerekeim egészségesek, Ö, mi a baj? Mi a hát baj, és jó, Erre és mondják mi? a pszichológusok azt, hogy, és ezt olvastam tanulmányokat, hogyha mondjuk elmegyek hozzá, és azt mondom, hogy összetörték az automat, és én teljesen összeomlottam, és mondjuk előttem volt egy másik paciens, aki mondjuk elvesztette a gyerekét, és akkor nem mondhatja azt nekem, hogy mi a te problémád ahhoz képest, persze, mert, mert, mert nekem ez a legnagyobb probléma, tehát igen, nincs amihez képest. Igen, igen de itt, itt azért persze, tehát gyakorlatilag. Én, én, én pontosan ezt mondom, hogy hogy ez ugyanakkor a tragédia és ugyanolyan súlyos, mert ez is, tehát nem, nem ugyanannyira ugyanakkor a krízis, mert tragédiához vezethet. Tehát az, hogy az ember mit él meg, hogy éli meg a boldogtalanságát, vagy a boldogs boldogságát az abszolút personális dolog. és Tehát gondolod egy szerelmi bánatban az emberek igen. kioltják az életüket igen. sok esetben. Holott te meg én tudom, hogy lehet, hogy két hónap múlva már nem, a, nem is igen, rá. Igen de, de, igen, De nekem ez mindig szokott adni, hogyha én így kicsit kicsit így, kicsit így elvesztem a erőmet, nekem ez mindig szokott adni egyfajta plusz energiát, hogy elkezdek a jó dolgokra figyelni az életemben. Tehát, hogy tényleg az, hogy én, én, azért, én azért, elég, sok minden, elég sok minden jó a, a, a próbáljam ezeket, ezeket értékelni. Minél inkább. Hát, Rengeteg jó és történt észre... történt Hát e, a filmjeid e, a fesztiválokon e, 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 egymás után. Hát jó, hát az a legkisebb része tényleg. Tehát, de, de az hogy, az, hogy egyáltalán észrevenni, hogy mi a jó, mert azt is az ember megszokja. Jó, de az, akkor most vegyük ki a filmedet, akkor most mi a jó az életedben? Hát, hogyha, hogyha, hogy minek tudok örülni? Aha. Hogy tudok örülni? Hát annak például tudok örülni, hogy egész, tehát, hogy jó, jó egészségi állapotnak örvendek, tehát ez a környezetemben egyáltalán nincs így. Tehát most már eléggé küszködnek az emberek, már 50 körül, abszolút. Az, hogy az, hogy most ezek a filmek elkészülnek, ennek nagyon örülök, mert ez egy hosszú időszak volt, és, és egy, azt kell mondjam, hogy egy, 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 egy mindig összekapcsolódik ez. Én azt gondolom, minden művésznél a magánélet és a, és a művészeti alkotás, amit, mert abból dolgozol valahol, valamilyen szinten mindenképpen belekerül az, hogy te hogy éled az életedet. Hogy nekem ez most nem gondoltam volna soha, hogy ezek a filmek ezt a szerepet fogják betölteni, de a, a gyászfeldolgozásnak a része. És most ennek járok a végén. A végére értem, kicsit úgy, mint ahogy az antigoni az az érzés, azzal az érzéssel éltem, amíg nem tudja eltemetni a halottat. És most ennek a végére értem, művészileg is a végére érek, magánéletileg is a végére érek, és tudom az újat kezdeni. Már bennem van az újnak az elkezdése, már technikailag, folyamatosan Uh, ezen dolgozom már két éve, hogy uh, hogy egy másik uh, ívet indítsak el másfajta uh, közegben és másfajta attitűddel, de mentálisan még nem, nem értem nem, utol, nem, nem, ne, nem értem nem. utol magamat, és ez, ez kell, és ezért én most eléggé jól érzem magamat uh, mindennek. Tehát, hogy még a le, a, tényleg a legkevesebb az, hogy az emberek mit szólnak ahhoz, hogy, hogy, hogy milyen ez a film hogy tetszik-e vagy nem tetszik, örülök, hogy tetszik, meg örülök, hogyha sokan megnézik, és én azt gondolom, hogy alapvetően itt az emberek nagy részének ezt a filmet meg kéne néznie, mert vagy me meg fog vele történni, vagy már megtörtént vele, vagy. Vagy éppen... azt mondja, hogy soha ne legyek ja, ilyen. Vagy, vagy, vagy éppen benne van. <laughs> Érted? Ér ér tehát... <kül> de nagyon jó a film. Nagyon jó a film. Ránéztem az órára, bocsáss meg, hogy abba hagyjuk. Ja jó, okay. de lejárt az időnk, folytassuk, majd. Tehát Kálmán okay. nap ajánlom mindenkinek szívből, mert láttam, és nagyon jó és köszönöm szépen Hajdu Szabocsnak, hogy itt volt. Én köszönöm szépen.